A Kossuth iskola diákjai szokásos farsangi ünnepségüket január 29-én a délelőtti órákban a Dunaparton kezdték kiszebáb égetéssel, melyet nagyszabású jelmezes, zenés-táncos rendezvény követett már az iskola falain belül. Itt megválasztásra került a bál hercege és hercegnője, akiknek kiváltsága az első tánc, a bál kötetlen mulatos részének megnyitója. Voltak ismét csoportos jelmezek és produkciók, melyek megalkotásában a diákok örömmel vettek részt. Ezt az igyekezetet az intézmény vezetői és pedagógusai finom tortákkal és süteményekkel is díjazták.